Két személyautó ütközött össze a reggeli órákban Helvétia határában a Kiskörösi útnál. A balesetben egy személy megsérült. A baleset az 5303-as út 9-es kilométerénél történt. Információink szerint az egyik gépjármű az ütközés következtében egy fának csapódott. A helyszíre riasztották a kecskeméti hivatásos tűzoltókat, akik áramtalanították a járműveket. A balesethez a mentőket is riasztották. Az egyik szemét elszállították sérülésekkel a mentők. Rövid ideig teljesen lezárták az érintett útszakaszt, majd félpályán haladhatott a forgalom.